suhanó hangok, újabb meló, szürke csík és egy vidám... Hello! Egy hurok, egy csavar, az égbe kilő, tudod, te is itt az idő, itt vannak... Rocky és Bakacsin kalandjai. Benne a szuperszonikusan suhanó rakéta Rocky a mókus, és barátja Bakacsin a szarvas. Meg sokan mások. Gyere, Bakacsin, kezdődik a műsor! Sietek, ahogy csak tudok! Én teges nekik! Most meg mit csinálsz? Aláírást osztok, lássuk! Mondjuk Jenőtől. De a te neved Bakacsin. Tudom, de azt nehéz leírni. Remekül fogunk szórakozni. Gyere, tarts velünk. Így van, mindig akad még egy hely. Egyirányú út. Rocky és Bakacsin kalandjai. Bakacsin, a szarvas. Történetünk a nagy csillagvizsgálóban kezdődik, ahol tudósok nemzetközi csapata, benne okos tojásokkal és nagyfejűekkel felavatja az új óriás teleszkópot. Az igazgató Sir Newton Figg elnököl. Ma véglegesen bebizonyítjuk, hogy nincs élet a Holdon. Dr. Milton Ludnik pillanthat először a távcsőbe. Mit lát? Két holdlényt látok. Lehetetlen! A tudósok meglepetésére Ludniknak igaza volt. Hé, az egy holdszarvas! Mutogat! Mit akar? Azt mondja, ha kész vannak, indulunk. És valóban egy fura űrhajó indult a Holdról a Föld felé. A hír azonnal elterjedt. Friss hírek, a holdlények megszállják a Földet, az elnök szükségállapotot hirdet. Figyelem, Orson Welles beszél. Az űrhajó felénk közeledik. A megszállás nem vicc. Ismétlem, nem vicc. Nyugodtan pánikolhatnak. Mindenki bepánikolt, a boltok bezártak, az ajtukat kulcsra zárták. Pánik tört ki. Mi van a címlapon, George? Megszállás a Holdról. Van más hír is. Eközben a washingtoni reptéren a frissen kinevezett holdnagykövet Krevniblet és más méltóságok várták, hogy landoljon az űrhajó. Itt jön! Az űrhajó pontosan az orrán landolt, és míg az emberek várakozva néztek, kinyílt az ajtaja. Üdv, holdlények! Beszélnek földiül! Bakacsin, azt hiszik, a Holdról jöttünk. Tényleg? Akkor hozzák ide az elnököt. Nem. Megmondjuk az igazat, uraim. Rocky vagyok, a repülőmókus. Én Bakacsin, a szarvas. A Minnesota-i fagyasztlakból jöttünk. Minnesota? Elmentek a Holdig és vissza? Feltaláltak egy új rakéta üzemanyagot. Hőseink így beszámoltak fura és elképesztő kalandjaikról. Néhány nappal ezelőtt fagyasztaki házukban Bakacsin tortát akart sütni nagymamája régi receptje alapján. De az első réteg... Hamarabb kelt meg, mint várták, aztán mire ízbe kaptak a sütő, a Hold felszínén landolt. Muszáj volt visszaszerezniük. Még nem járt le a részletfizetés. Így a fiúk összetákoltak egy űrhajót, és a torta második rétegével fellőtték magukat a Holdra. A harmadik réteggel jöttünk vissza. Az a torta egy forradalmi üzemanyag lehet. Fiaim, készítsenek egyet a kormány számára is. Bakacsin, híres tudós lesz belőled. Nos, végül is az SIT-n végeztem, a szarvas intézet táncszakán. Sajnos a fiúk nem örültek volna így, ha meghallják a két hírhet kémet. Hallod, Natasha? Megszerezzük a formulát, aztán csináljuk a szarvast, vagy fordítva. Így hát nem sokkal később a fő szarvas tudóst megzavarta egy... Hello, csodálatos és nagy szarvas. Ez nagyon kedves magától. Adná nekem a nagy receptjét? Minek? Egy nap szeretnék nagy mama lenni. Szeretném, de a robbanás után csak a recept fele maradt meg. Tudom, mennyi kell, csak azt nem, hogy miből. Natasha barátja nem túl kedves javaslattal élt. Drágám, megfogná nekem ezt a csomagot, kérem? Pedig épp távozni készültem. Nyugalom, fog is? Óra van benne?
Bakacsin pengeíles esze ismételibe talált. Valóban óra volt, csak hozzá volt kötve 14 rúd dinamit, ami fél perc múlva felrobban. Nézzétek meg a következő részt is, amelynek címe Bakacsin repül, avagy Viszlát, drágám! És most jöjjön a... Jön a táncoló bolond Bakacsin! Megint? És most jöjjön egy különös tündérmese. Na jó. Kettébe tört tündérmesék. Mesél Edward Everett Horton. Aranyhaj. Az egész egy növénnyel kezdődött, egy európai harangvirággal. A növény neve angyalhaj. A növény egy csodálatos kertben nőtt, ami a boszorkányé volt, akitől mindenki félt. Sajnos az angyalhaj egy kis kunyhó ablakából is látszott, amiben egy paraszt és felesége élt. A feleség, aki várandós volt, minden nap az ablakából bámulta az angyalhajat. Drágám, tudom, hogy ez most szokatlannak fog hangzani, de elengedhetetlen késztetést érzek arra, hogy salátát készítsek angyalhajból. Arra a gazra gondolsz? Angyalhaj, kedves, attól tartok, ha nem kapom meg, belehalok. Jól van, szívem, ha angyalhajat akarsz, meg is kapod. Így hát a paraszt átmászott a kertfalán, és a boszorkány kertjében találta magát. Angyalhaj a csodákat, itt minden gaznak tűnik. Huppa! Megállj! Nem mozdulhatsz! Ahogy mondja. Besurrantál a kertembe, mint egy tolvaj. Jaj, legyen irgalmas. Azért jöttem, mert a feleségem az angyalhaját bámulja. Varangyá változtatlak! És úgy érzi, meghal, ha nem kaphat ő is az angyalhajból. Ha ez így van, vigyél el annyi angyalhajat, amennyit csak akarsz, egy feltétellel. Nekem kell adnod a gyermeket, amit a feleséged hamarosan a világra hoz. Félelmében a férj belement az alkuba. Mikor a gyermek megszületett, eljött a boszorkány, és az aranyhaj nevet adta neki, ami hasonlít az angyalhajhoz, majd magával vitte a csecsemő. Aranyhajból gyönyörű kislány lett. Sokat játszott az erdőben, és nagyon büszke volt hosszú hajára, amit minden nap megfésült. 12 éves korában a boszorkány egy toronyba zárta őt, aminek nem volt lépcsője vagy ajtaja, csupán egy kis ablaka. Egyedül azon lehetett bejutni a toronyba. Aranyhaj, aranyhaj, hajadat engedd le! Aranyhaj, aranyhaj, hadd másszak rajta fel! Más módja nem volt. Néhány évvel később a király fia az erdőben sétált, és meghallott egy csodás dallamot, aminek nem tudott ellenállni. A kedves hang a toronyból jött. Aranyhaj, aranyhaj, hajadat engedd le! Aranyhaj, aranyhaj, hadd másszak rajta fel! Bell! Aranyhaj! Már bejártam az egész országot, de még sosem érintette meg szívemet ilyen gyönyörű dal és szépség. Én is bírlak. Ó, leszel a feleségem, és élsz ezentúl velem? Igen, boldogan veled tartok, mert úgy látom, itt nem lesz túl fényes a jövőm. Mármint ez az aranyhaj, engedd le, meg fel a hajad, hát a fém is belefájdul. Na, akkor ez eldőlt. Azonnal feleségül veszlek, csak engedd le a hajad, és mehetünk is. Nem felejtesz el valamit? Nem. Mit? Engem? Ha leengedem a hajam, én hogy jutok le? Ó, ez igaz. Hát most jobb, ha indulsz, a boszorkány hamarosan visszatér. Ne aggódj, aranyhaj, kitalálok valamit. Szóval a szerelmedért jöttél. Neked most véged. Sosem látod őt többé. Így hát a szegény herceg vakon indult útnak. Gyökereken és bogyókon élt. Eközben a toronyban... Te balga kölyök, azt hittem, elválasztottalak a világtól, de mégis becsaptál. Ezért most. Ezt most megcsináltad. Mindketten itt ragadtunk. Hát elfelejtetted? Aranyhaj ott maradt egyedül a toronyban nagy szegénységben.
A herceg pedig 2 éven át bóklászott az erdőben. Ám egy nap... Ó, hát ez mi? Ez haj! Igen, tényleg haj volt, mert 2 év alatt aranyhaj haja visszanőtt eredeti hosszára. Aranyhaj! Mondtam, hogy kitalálok valamit, és így is lett. Bár nem látok. Hát vedd le a kalapodát! Na, újra látok! Levászok a hajadon, és mikor lent vagyok, elmondom, mi a tervem. Mi a terved? Ugorj! Ugorjak! Ez a terved? Igen! Szép kis terv. 3 fodrásznál töltött nap után Aranyhaj és a herceg összeházasodtak, és boldogan éltek, míg egy nap... Drágám, lehet, hogy ez most furának és szokatlannak fog hangzani, de belső késztetést érzek arra, hogy csalátát készítsek angyalhajból. Angyalhajból? Igen, angyalhajból. Hát, kezdhetjük előről. Vége. A mai lecke nagyon fontos, emlékszel? Bakacsin Héga! Nem ez a lecke, hanem ez! És most kicsit komolyabbra fogva a szót jöhetnek a verses percek! Üdv verskedvelők! A mai jól ismert kedvencünk a hinta Robert Louis Stevensontól. Miként szeretett, ha száll a hinta, fent, hol oly kék az ég. Ó, az élet legcsodásabb dolga, hol gyermek lehetsz még. Fel a magasba, falakon túlra, hol messziről nézném folyót, fákat és a marhát újra az egész vidékén. Még látom alant a kertnek zöldjét, a rőt tetőket lent. Fent az égben repüljek hát ismét, fent és majd újra lent. Miként szeretett, ha száll a hinta, fent hol oly kék az ég. Ó, az élet legcsodásabb dolga, hol gyermek lehetsz még. Vége. És most... Hé, Rocky, nézd, hogy húzok elő egy nyulat a kalapból. Látod? Nincs semmi a kezemben. De... Presto! Rossz kalap. Most pedig jöjjön Mr. Peabody. Peabody. Valószínűtlen. Történelme. A mai történetünk New York City felett kezdődik. A luxus lakosztályban a világ talán leghíresebb zsoldosa él. Én. Hogy vagytok? Elnézést a pózért, épp jógázom. Ha már itt vagytok, meg is ismerkedhetnénk. Az én nevem Peabody. A tieteket meg csak tudjátok. Talán épp ezen a szerkezeten gondolkodtok. Ez Sherman. Ő a kisfiúm. Gyere, Sherman, ide hozzám. Pacsit. Köszönj szépen. Hello. Okos fiú, mi? Szóval itt ez a remek szerkezet. A történet velem kezdődik. Természetesen. Kiskoromban átlagos géniusz voltam. Csodakutyának is hívtak. 3 évesen diplomáztam a Harvardon. Persze csupa 5-össel. Voltam a külügyi szolgálatnál is. 8 nyelven beszélek folyékonyan. Többek között persze angolul is. Ezután végeztem pár kutatást a kormánynak. Majd belevetettem magam a tőzsdébe. A Wall Street csahosaként is ismertek. De úgy éreztem, valami hiányzik az életemből. Így elhatároztam, hogy veszek egy kisfiút. Kerestem mindenhol, de egyik sem volt méltó nagy elvárásaimhoz. Egy nap, amikor megláttam pár ártatlan gyermeket játszani, kiszúrtam Sherman-t. A szívem nagyot dobbant. Mindig is szerettem az áldozatokat. Elzavartam a többit, majd Sherman hazáig követett. Nem az volt, akit kerestem. Nézett rám a nagy barna szemeivel. Határozott voltam is, hazavittem. Sherman, itt laksz? Igen, számomra mindig is ez volt az édes otthon. Hol jártál, te átkozott kölyök? Látogatóban. Nyomás befelé!
Egy pillanat, uram! És te mit akarsz, Korcs? A nevem Peabody, uram. És szeretném örökbe fogadni ezt a fiút. Persze a lapokban ez nagy port kavart. Friss hírek! A kutya örökbe fogad! A kutya apa akar lenni, olvassák! Kellett egy ajánlólevél. Megkértem egy régi barátomat, hogy írja meg. Utána alaposan átvilágítottak. A hátterem hibátlan volt. Mégis... Ő nem való arra, hogy felnevelje a fiút. Ami azt illeti, még csak nem is ember. Bíró úr, ezt kiváló ajánlásnak értelmezem. Így hát, megkaptam Sörment. A bíróság nem látja okát annak, ha egy kisfiúnak lehet kutyája, miért ne lehetne az fordítva is. Apu! Sörment, tisztázzunk valamit. Nem fogom hagyni, hogy ezen a nevetséges néven szólíts. Te Mr. Peabody-nak hívsz majd, vagy ha magunk közt vagyunk, simán Peabody-nak. Igenis, Mr. Peabody. Így történt. Később rájöttem, hogy lehetetlen felnevelni egy fiút abban a lakásban. Guppikat igen, de egy fiút nem. Nekik nagyobb hely kell. Megépítettem a gépet Sherman szülinapjára. Boldog szülinapot, Sherman! Ő, köszönöm, Mr. Peabody. Ez micsoda? Hát, tulajdonképpen időgép. Úgy hívom, időgép. Beállítjuk, bekapcsoljuk, bemegyünk, és itt is vagyunk, vagyis voltunk. Turibus quidelenda est intris partes agentum sum. Mit mondott? Mit mondott? Csak annyit, hogy nem fontos, megjavítom. Tehát, barátaim, ha új vagy használt szekeret akartok venni, gyertek Publius Maximushoz, a vigyorihoz. Latinul jobban hangzott. Elmehetünk máshova? Hát persze. Ez a kulcs, barátaim. Mr. Franklin, a villám! Szeretném bemutatni az elvet, amit oly remekül illusztrálnak a raktár leideni palackjai. Mellesleg a villám. Pedig válthattunk volna pár szót. Tudom. Pár apró módosítás is tessék. Az időgép most már egy hogy lett volna gép. Figyelj! Ez a kulcs, barátaim! Mr. Franklin, a sárkányba mindjárt becsap a villám! Ó, tényleg? A történelem részének lenni jó. De végül is, ez csupán egy kis fiú játéka a lakásomban, ugye, Sherman? Nos, én így hiszem. Persze, ő csak egy kis fiú, és... Mr. Peabody, ez a legjobb ajándék, amit valaha is kapott bárki. Igen, hát persze, Sherman, semmi kétség. Minden kutyának kéne egy kis fiú. Vége. Bakacsin közlegény uram, üzenetet hoztam. Épp időben. Nagyon fontos. Hogy fontos-e? Nézzétek. Rocky és Bakacsin kalandjai. Bakacsin a szarvas. Emlékeztek, mennyire meglepődtek a világ tudósai, amikor belenéztek az óriás teleszkópba és meglátták Rockyt és Bakacsint hazarepülni a Holdról? A visszatérő fiúk azonban egy nevetségesen egyszerű magyarázat találtak elő. Bakacsin sütni akart egy tortát, nagymamája receptje alapján, ami végül persze a világ legjobb üzemanyaga lett. Bakacsint azonnal megbízta a kormány, hogy készítse el nekik a receptet. Az azonban sajnos ketté szakadt a robbanás során. Ja. Tudom, mennyi kell, csak azt nem, hogy miből. Mindenki érdekelt volt a receptben, míg a két híres kémis, Boris Rosszákov és Natasha Fatal. Nem sikerült megszerezni a formulát, ezért ki akarták iktatni a szarvast. Így Natasha átadott neki egy ketyegő dobozt, amiben 14 rúd dinamit volt, ami fél perc múlva robban. Pedig épp távozni készültem. Nyugalom, drágám, fog is! Mikor Natasha ki akarta nyitni az ajtót, rájött, hogy az bezáródott. A kulcs! Hol az az átkozott kulcs? Ó, a kulcs? Valahol itt kell lennie. 18, 17, 16. Lássuk, ez a kulcs a 84-es nyitja. Siessen, kérem! Ez a reményláda, ami kicsit, mert elég reménytelen vagyok. Nekem el kell tudnom! Igyekszem, ahogy csak tudok. 12, 11, 10. Három kocsi kulcs, ha esetleg egyszer lenne kocsin. Kifutok az égyeből! 8, 7, 6... Hé! Ez itt a fagyaszlaki tűzoltóság kulcsa! Ja,
Vajon enélkül hogy indítják be a motort? Adja a csomagot! Maga Balog! 3, 2, 1 Ezt már szeretem. Pontos időzítés. Pár másodperccel később Bakacsi megtalálta a kulcsot, az örjöngő Natasa pedig csatlakozott bűntársához. Boris megígérte, hogy itt lesz. Hol lehet? Ó, hát itt vagy, drágám. Mit csinálunk most? Azt, amit bármelyik okos, önálló és igazán életképes kém tenne, megvárjuk az utasítást. Eközben a tény, hogy Bakacsin üzemanyaga nagymamája tortájából készült, nagy nyomot hagyott az országon. A legjobb tudósaik is sútba dobták jelenlegi munkáikat. Irwin, kérlek, hozz nekem egy tortaformát és néhány süteményvágót. Az egyetemek tanterve megváltozott. Idén, uraim, az atom szerkezetéről tanulunk a nukleáris fizikáról és a tortasütésről. A hír más országokba is eljutott. Te vagy a legjobb fizikusunk! Miért küldtek minket Szibériába? Túl nehéz volt a tortám. Amerika nagymamáit pedig az elnök kitüntetett tanácsadóivá nevezték ki. Ezsik, vedd fel szépen a gumicsizmádat. Vagy tudósokká. Bemutatom a kutatási és fejlesztő osztály új fejét. Szervusztok! Még a szépségversenyek is megváltoztak, a nagymamák uralkodtak ott is. Bakacsin és Rocky pedig keményen dolgoztak laboratóriumukban. Ez a legfrissebb, Rocky! Jó üzemanyag lesz belőle, Bakacsin! Nem tudom, de ebédnek biztos finom lesz. A fiúk nem lettek volna ilyen vidámok, ha hátra néznek egy pillanatra, és észreveszik a fura pikkelyes kezet, ami a fejükre céloz egy még furább pisztollyal. Ne hagyjátok ki a következő részt, aminek címe Bakacsin a célkeresztben, avagy célpont a szarvas. Nos, úgy tűnik, kifutottunk az időből. Az enyém kicsit késik. Nálad van a stáblista, Bakacsin. Itt van ezen a picike kártyán. Hopp! Magyar hangok. Mihály Győző, Szabó Zsejke, Gubányi György István, Bodor Böbe, Bolla Róbert, Seder Gábor, Papucsek Vilmos, Szkárosi Márk, Hegedűs Miklós, Túróci Izabel. Magyar szöveg Borsos Dávid, szerkesztő Vince Szabina, vágó Vörös Andor, hangmérnök Nikodém Norbert, szinkronrendező Pelle Ágnes. Késésben vagyunk, Bakacsin. Tényleg? Sziasztok! Viszlát legközelebb! Produkciós vezető Gömöri V. István. A szinkron az MTVA megbízásából a Proton Stúdióban készült 2013-ban. Vége.